Köszöntöm nézőinket, Önök a Kultúrszoba című műsorunkat látják, főbb témáink néhány mondatban. Indonézia képekben előadás a Babits Mihály Kulturális Központban. Október hónap műtárgya a természet kincsei. Izgalmas eseményben lehetett része az érdeklődőknek október 17-én este a Babits Mihály Kulturális Központban Szekszárdon, Gál Péter Henrik 2017 és 2018 szeptembere között Indonéziában Jelesül Bali szigetén élt egy tanulmányi ösztöndíjnak köszönhetően. A fiatal művész tagként töltött egy év során rengeteg számára olyan új és érdekes kulturális hatás érte, amelyeket Magyarországon az emberek nem élhetnek át. Ennek keretében a távol-keleti országban készült fotóiból kiállítást szerveztek, és hazaérkezése óta előadásokat is tart különböző helyeken. Az említett sorozatnak volt kedden este a következő állomása Tolna vármegye székhelye. Megannyian összegyűltek kedden este 6 órakor a Vármegye Székhely Művelődési Házában, hogy meghallgathassák Gál Péter Henrik Indonézia képekben című előadását. A fiatal világjáró művész igen érdekes és figyelemfelkeltő történetekkel szórakoztatta a közönséget amellett, hogy alkotásai annyira élethűek, hogy a néző szinte beleélheti magát a rajtuk szereplő helyzetekbe. 2017. szeptemberétől 2018. szeptemberéig tartózkodtam kint Indonézia. Ez alatt az idő alatt pedig szépművészetet tanultam. Természetesen a diákok választhatnak szépművészet más irányok között is, mint például nyelv, tehát fő irányként indonéz standard nyelv megtanulása, vagy gasztronómia, hasonló területeket. Én szépművészetet választottam. A szépművészeti ágakon belül pedig ugye Bali szigetén, az Issy Denpasar intézetben vagy egyetemen tanultam. 4 főszak közül tulajdonképpen választottam, tehát a maszkkészítés, faforogás, vizuális ábrázolás, tánc és a gamelán, ugye a hangszeregyüttes közül én a vizuális ábrázolás felé mentem el, ezt tanultam, ez mellett pedig tradicionális táncokat is próbáltam úgy elsajátítani, és ennek az egyik eszköze volt a fotográfia. A fotográfián keresztül pedig ugye eljutottam rituálékra, szent helyekre, és ezeket ragadtam meg. Péter egészen nyitott személyiségnek tartja magát, így amikor kiutazott a világszinte túlsó felére, nem volt nehéz beilleszkedni az ottani társadalomba. Talán ennek is köszönhető, hogy úgy készíthette el indonéziai fotóit, mintha otthon lenne. Nem érezte magát idegennek, akivel szemben korlátok lennének felállítva a helyiek részéről. A 2018-as hazajövetele óta tartó előadássorozat töretlen sikere emiatt nem véletlen. Nagy kultúrsokk engem nem ért kint, tehát ha én a két országot vagy a két népet úgymond összehasonlítom, ez egy nagyon tág fogalom. Tehát én, amit el is fogok mondani az előadás kapcsán, hogy Indonézia egy nagyon kulturálisan nagyon kevert ország, tehát mindenféle nemzet, nép, kultúra hatott rájuk, és az a fajta attitűd, ami ott kialakult, ugye összehasonlítva teszem azt mondjuk a magyar kultúrával, vagy hát kultúrával inkább ezt a szót használom. Talán a különbség az abban van, hogy az indonézek elfogadóbbak az én olvasatomban, illetve hogy ők egyfajta olyan diverzitással rendelkeznek, amelyet tudatosítottak magukban, és ebből a tudatosításból adódik az, hogy ők egy eléggé kohézív, erőteljes országot tudtak kulturálisan, úgy mondom, kulturálisan teremteni. Ez azt jelenti, hogy ugye különböző antropológiai értelemben különböző népek hatottak rájuk, keveredtek, és ebből a káosz valami évszázadokon keresztül ott zajlott. Ebből kellett nekik az elmúlt, hát körülbelül 70 év alatt egy egységet teremteni, és a mottójuk is az lett az országnak, ugye, hogy egység a sokszínűségben. És hát ebből a szempontból Magyarországnak azért lenne mit tanulni, mert ezt azért fel kell ismerni, ezt a fajta inkluzivitást és abban rejlő erőket, tehát ez az, amit én úgy gondolom, hogy egy nagy különbségként meg tudok említeni a két ország között.
A másik pedig ugye, ami abban a fajta keveredésben létrejött, illetve meg is őrződött korábbról az ő temperamentumuk, az a fajta nyitottság, elfogadottság, illetve türelem az, amit én úgy gondolom, hogy Magyarország megirigyelhetne és átvehetne sok szempontból. A látogatók tudomást szerezhettek arról is, mi az, amiben Magyarországtól leginkább különbözik a dél-kelet-ázsiai ország. Indonézia lakosságának a 90%-a muzulmán, de az mellett jelen van ugye a hinduizmus, buddhizmus, kereszténység, tehát ugye különböző kolóniai időket ők megéltek, átéltek, és keveredtek is ugye európai népekkel, közel-keleti népekkel, tehát mindenféle irányból hatottak rájuk, és ez a fajta keveredettség ez meg is őrződött, tehát ők ennek tudatában is vannak, és rengetegen büszkén hangoztatják, hogy nekik mondjuk holland ősük volt, vagy arab ősük volt, vagy malajziai, vagy akármi. Tehát, hogy ezek úgy gondolom, hogy fontos dolgok, hogyha az ember ennek tudatában van, és a saját identitását nem adja föl. Ahogy minden országban, úgy Indonéziában sem fenékig tej fel minden. Szóba került, hogy a fényképésznek mi okozta a legnagyobb nehézséget kiérkezése során. Ezt pedig az enyhén válogatós életmódjával magyarázta. Kicsikét nehezen alkalmazkodtam, ugye nyilván csípősebbek az ételek. Csípőset én is szeretem, tehát ők nagyon tehát nagyon organikus, tehát egyfelől organikus, inkább úgy mondanám, és az organikus ételek mellett pedig nagyon sok fűszert fogyasztanak. Ez az, amit az én európai gyomrom kicsikét nehezen szokott meg, de az mellett az, ami nekem nagyon tetszett, és ugye a szervezetemre is jó hatással volt, tehát ez maga ez az a rengeteg organikus étel, tehát rengeteg juice, frissen facsart italok és ételek, ezek nagyon jót tettek az én szervezetemnek. Híztam is annak idején 10 kilót, ami azóta lejött, amióta én visszatértem, úgyhogy az ottani konyhát én úgy jellemezném, hogy nagyon gazdag ízvilágban is, és egészségesebbnek tartom, mint amit itt Magyarországon fogyasztanak. Mivel nem minden fekete vagy fehér, említette, hogy miben vehetne példát Indonézia Magyarországtól. A hulladék felhasználás az itt azért Európában fejlettebb, tehát annak a kezelése. A másik része, abból a szempontból mondanám félig meddig sántit, tehát hogy ott ugye a műanyag mennyisége, amit ott felhasználnak, az nagyobb. Ebből adódóan sokkal látványosabb, hogyha eldobják, vagy az akkumulálódik, tehát felhalmozódik, és mivel ugye kisebb a lehetősége, vagy a tere annak, hogy felhasználhassák ezt, nyilván ez nagyobb mennyiségben jelentkezik, tehát én úgy mondom, hogy ami ott meglátszódik, az ő tömegtermelésüknek az eredménye. Az eseményen kiderült, hogy nem csak ott láthatóak a képek. Az érdeklődők akár jóval közelebbről is megtekinthetik a műalkotásokat, kis hián lélekben elutazhatnak Indonéziába. Kiállítás jelenleg is fut, ugye az I.S. Gyula könyvtárban van jelenleg, és augusztustól már megtekinthető, tehát ez folyamatban van, és díjtalan belépés, tehát bárki ezt nyugodtan megnézheti. Gál Péter Henrik az előadást végül úgy zárta, Indonézia olyan helyé vált, mint a második otthona. Nagyon közel kerültek egymáshoz mind az odavalósi barátaival, mind pedig magával az országgal. Egyszer mindenképp szeretne oda visszatérni. A Vosinszky-Mór megyei múzeumban október hónap műtárgya nem más, mint a gyónási titok jelképe, Nepomuki Szent János nyelvét ábrázoló kegyérem. Kisszékely templomának feltárását K. Németh András és Varga Máté vezette 2019-2020-ban. A gyónási titok jelképét ismerhetjük meg közelebbről, ami egy omból készült kegyérem függesztő füllel. 2023. október műtárgya a Vosinszky-Mór múzeumban egy Nepomuki Szent János nyelvét ábrázoló kegyérem, ami a 18. században készült. Maga a kegyérem az konkrétan a nyelv alakú, ami Nepomuki Szent János nyelvét ábrázolja. Előoldalán maga a szent látható, egy papi süvegben, egyik kezében egy keresztel, a másik oldalában egy pálmaággal, ami az életet jelképezi, és papi ruhában. A másik oldalán pedig maga a nyelve látható. Kisszékely templomának feltárását K. Németh András
és Varga Máté vezette 2019 és 2020 között. A lelőhelyen a legnagyobb számban kerültek elő szakrális leletanyagok. Maga a kegyérem egy szentséggel megáldott tárgy, amelynek a megáldását 5. Sixtus pápa rendelte el 1589-ben. Ennek az az előzménye, hogy a különböző erekéket próbálták az emberek magukkal vinni, hogy azok különböző segítséget nyújtsanak nekik életük során, a betegségekben és hasonló dolgokban. És azért, hogy megakadályozzák ezeknek az erekéknek az elaprózódását, ez volt a fő indok, ezért készültek ezek a kegyérmek, hogy a különböző szentekhez, a szentek erekéihez hozzáérintették ezeket a kis tárgyakat, és annak az áldásával tudták továbbvinni ezeket az erekéket. Ezeket az erekéket általában vagy rózsafüzérre, vagy egyszerű nyakláncra, vagy fölvarva a kabátra, ruhára hordták magukkal az emberek. A magyar népi nyelvhasználatban olvasóként is ismert tárgy, gyöngyökből fűzött, imák számlálására használatos füzér, mely vallásos használatán kívül bajelhárító szereppel is bírt. Máriához köthető, Szent Domonkos néphagyományában ő ajándékozott Máriának egy rózsából készült tárgyat, ez volt maga az olvasó, ebből alakult ki. A rózsafüzereket a különböző századok során különböző anyagokból készítették, fából, üvegből, fémből, és különböző alakúak is lehettek a gyöngyök. A kegyérmeket is önmagában nagyon-nagyon sokféle anyagból készítették, ezek is lehetett csontból, fából, üvegből, fémből, és különböző formában is készítették őket. Leggyakrabban kör alakú és ovális alakúak, de készülhetnek keresztalakúak, szívalakúak, nagyon-nagyon sokféle formában előfordulhatnak. A rózsafüzérek különleges szerepet játszottak a késő középkor óta a halállal kapcsolatos szokásokban is. A katolikus hívők körében ugyanis a haldoklás utolsó óráinak elengedhetetlen kegyszere volt, mely elriasztotta a gonoszt, így általános szokássá vált, hogy a sírba is magukkal vitték. Maga a szent, Nepomuki Szent János a 14. században élt, délcsehországi Nepomuk városában született 1340 körül, 1380-ban avatták pappá, vagy szentelték pappá, és Prágában a prágai székesegyház kanonokja, hitszónokja, és a király Alamizsna osztója lett. Ő lett a királynénak a gyóntató papja, és Szent Vencel király, vagy IV. Vencel király szerette volna megtudni, hogy a felesége mit gyónt meg Nepomuki Jánosnak, aki nem volt hajlandó elárulni a titkot, ezért a király megkínoztatta, és a Moldva folyóba dobatta bele. A halála körülményeiben is már rengeteg szentség megmutatkozott, ugyanis egyrészt nem merült el a Moldva folyóban, és 5 csillag jött elő a folyóból, és ez is megtalálható egyébként a szent ábrázolásai között. Sokszor ábrázolják a szentet sugárkoszorúval, 5 csillaggal a feje körül például. A nyelv alakú kegyérem Kisszékely középkori templomának feltárásakor, a humusz alatti, a templom bontásakor keletkezett vastag, mindent elfedő omladékából került elő 2020-ban. A Szent Vitus székesegyházban temették el, és egyszer vandálok dúlták fel a 17. században a templomot, és megpróbálták kifosztani a sírt is, és úgy tartja a hagyomány, hogy akik megpróbálták fölnyitni a sírt, azok mind meghaltak ezt követően. Majd legvégül, mikor fölnyitották a koporsót a jezsuiták, akkor éppen találták a nyelvét, ezért is ugye a szimbólum ezt is jelképezi a nyelv.
és éppen találták ugye a nyelvét, és ezért kérvényezték a pápánál, hogy avassák szentté. És a 18. században először boldoggá avatták, majd pedig szentté avatták Nepomuki Szent Jánost. Ő a gyónás, a jezsuita társaságnak a védőszentje, és a nyelvvel kapcsolatos betegségeknek is a védőszentje, de szokták a pestissel is kapcsolatba hozni. Ezen legenda alapján egyes kegyérmeken a szent nyelvét is ábrázolják, illetve van, hogy maga a kegyérem is nyelv alakú. A jezsuiták révén a tisztelete nagyon hamar elterjedt, Magyarország területén, főként a jezsuita városokban, Budán, Székesfehérváron terjedt el a tisztelete, majd a német betelepítés során azokba a városokba, ahol betelepültek, ott még inkább elterjedt Nepomuki Szent Jánosnak a tisztelete. Ugye a halálának helyszíne a Moldva folyó fölötti híd, ezért nagyon sokszor ábrázolják a hídon, például a különböző hidakon szobrok formájában, de előfordul házaknak az oromzatán is. Legtöbbször papírruhában, vállán hermelin palástal, feje körül öt csillaggal díszített sugárkoszorúval, fején birétummal, karján feszülettel, pálmaággal ábrázolják. Kis székelyben egy középkori templom feltárása kor került elő. Egy humusz alatti vastag rétegben, ez egy visszatöltött réteg volt. Maga a templom egy középkori eredetű templom, amelynek első írásos forrása az 1300-as évekből ismert. Azért érdekes ez a templom, mert túlélte a török dúlást, tudjuk, hogy zsindellyel befették, ugyan már nem volt túl jó állapotban, de használták még a templomat, és megélte az 1823-as évet, amikor az új templomot felavatták, bár valószínű, hogy a templom plébániájának az építésekor hordták el ennek a templomnak a köveit. A templom feltárásakor a kegyérmeken kívül előkerültek még vallási témájú tárgyak, keresztek, könyvcsatok, imakönyvcsatok, például gyűrűk, érmék. Magának a templomnak három építési fázisát sikerült elkülöníteni. Van egy egyhajós szentéllyel ellátott kis templom, ezt kibővítették egy kis sekrestjével, majd a 18. században kibővítették hátrafelé a templomot. Egyedülálló története, feltárt maradványai, valamint a viszonylag jelentős mennyiségben előkerült középkori és újkori leletanyag miatt a templom méltó arra, hogy a települési értéktáron kívül a Tolna megyei értéktár részévé váljon. Az év természetfotósa pályázatot 2022-ben 30. alkalommal rendezték meg, amely ma már a hazai természetfotózás legnagyobb megmérettetése. A szakmai zsűri által kiválasztott több mint 100 legjobb alkotás évről évre, kézről kézre jár a vidéki városokban, hogy a képeken keresztül a természet csodája elkápráztathassa a természetkedvelő nézőket, iskolás csoportokat, és felhívja a figyelmet azon értékekre, amelyek az ember számára az életben maradást biztosítják. Természetfotósok és a természetet kedvelők körében az év egyik legjobban várt eseménye, az év természetfotósa pályázat legjobb képeiből rendezett kiállítás Szekszárdra érkezett. Nagy örömünkre ez már immár a sokadik alkalom, hogy az év természetfotós a kiállításnak az anyaga az hozzánk is érkezik más városokhoz hasonlóan. A 2022-es év végén dőlt el ezeknek a képeknek is a sorsa. Talán soha nem látott mennyiségű természetfotó érkezett be, ha jól tudom, több mint 3500 képpel neveztek be, 197 fotós, ha minden igaz, tehát egy hatalmas megmérettetés ez mindenkinek.
és ez egy nagyon érdekes döntési mechanizmuson megy keresztül, ugyanis a zsűri maga egy nagyon transzparens, egy mindenki által az interneten át követhető zsűrizési folyamatot vezetett be, és itt bizony több körön át kell ezeknek a képeknek versenyezni egymással. A harmadik fordulóba is még mindig 400 kép jutott be, ezek közül én úgy gondolom mindegyik a világ bármely részén megállta volna helyét ebben a kategóriában. A Magyar Természetfotósok Szövetsége 1989-es megalakulása után első feladatai egyikeként egy olyan fotópályázat megrendezését tűzte ki célul, amely alkalmas arra, hogy a magyar természetfotósok évről évre összemérhessék képességeiket, és a nagy közönség előtt is bemutathassák legszebb alkotásaikat. A Magyar Természetfotósok Szövetségét 1989-ben alapították meg, aminek én voltam akkor az alapító elnöke, 14 évig töltöttem be ezt a posztot, és egyidőleg én voltam akkor a Madártani Intézetek és az igazgatója, és 1993-ban volt a Madártani Intézetünk 100 éves. Ezt a centerem ünnepséget úgy szerettük volna megünnepelni, hogy legyenek szatellit rendezvények is, és megszerveztünk egy évtervészetfotósa kiállítást, ami főleg a madarakra koncentrált, és ennek akkora sikere lett, hogy azt mondták, ez nem szabad abba hagyni, ezt folytatni kell. A Naturárt által 30. alkalommal kiírt felhívásra idén 197 fotós, mintegy 3533 képpel nevezett. Kalotás Zsolt, a szakmai zsűri tagja megjegyezte, hogy maga is a versenyzők táborát gyarapította korábban, így mindkét oldalt kipróbálhatta már a fennállás óta. Aztán úgy gondoltam, miután én is fényképezek, nekem is illik indulnom, úgyhogy egy alkalommal én is lettem az évtermészetfotósa 2001-ben, és az utána még több alkalommal, mert fölkértek arra, hogy legyek a zsűri elnöke. A zsűrizés az nagyon érdekesen történt, mert ugye a Covid-járvány miatt elég nehéz volt összehozni az embereket, éppen ezért így az interneten keresztül, az Zoom programon keresztül bíráltuk el a képeket, ami egyébként nagyon-nagyon jó volt, mert mindenki nézhette, tehát az interneten keresztül bárki belepillanthatott, ha érdekelte a zsűrizés eredménye, és megnézhette az egyes zsűritagok, milyen véleményt mondanak a képéről. A zsűri 15 kategóriában választotta ki a győztes fotókat, minden kategóriában első, második és harmadik helyezettet hirdetve, miközben a szponzorok és az együttműködő partnerek további külön díjakat is kiosztottak. A zsűri az 7 tagú volt, első alkalommal nemzetközi zsűrit hívtunk össze, Florian Müller, a német GDT-nek a titkára, tehát a Német Természetfotós Szövetség titkára volt az egyik, a másik pedig Orsay Harberg, aki magyar származású, de Norvégiában él, és a National Geographic-nak a fotósa, kiváló természetfotós ő is. Aztán volt még egy olyan, aki nyugodtan mondhatom, hogy a világ 5 legjobb fotográfusa közé tartozik, a Kerekes István, akinek gyémánt diplomája van, sőt platina diplomája van, és mondhatom azt, hogy ilyen platina diplomát majd a világon összesen csak 6 ember kapott, ő azok közé tartozik. Tehát egy kifejezetten egy kvalifikált zsűri jött össze, azt hiszem, hogy ők értettek a fotográfiához, és bízom benne, hogy nem is csalódott a végeredményben a nézőközönség, mert itt meg lehet látni, hogy csodálatos képek kerültek itt a falra. Ez a magas színvonal eredményezte, hogy idén a korábbinál több, összesen 120 pályamű került a kiállított győztesek táborába. Az idei év további érdekessége, hogy az előző évekhez képest bekerült a kategóriák közé a mobiltelefonnal készült fotó is. A jövőben tervezik, hogy meghirdetik a humor kategóriát is. Az Egyesület vezette be az internet teljes nyilvánossága előtt zajló,
transzparens zsűrizést, melyet előző évben 15 országból követtek. Sokan azt mondják, hogy attól függ, hogy egy képnek a minősége, hogy milyen géppel készítik, ez nem igaz. Attól függ, hogy ki készíti, és milyen kompozíciót, milyen megközelítést alkalmaz. Hogyha végignézik az emberit ezeket a képeket, azt mondom, hogy nem fogja tudni megalapítani, melyik kép készült mobiltelefonnal, melyik GoPro kamerával, és melyik egy profi fényképezőgéppel. Tehát a mögötte lévő szerző hozzáállása a döntő. Mondhatnám, a művész hozzáállása az, ami eldönti, hogy egy kép jó, vagy pedig nem. A döntéshozatalnál több szakmai szempontot is figyelembe vettek a pályaművek elbírálásánál, így fontos volt. Egyrészt a technikai tökéletesség, ez nagyon fontos volt, az új nézőpontok megtalálása szintén. Az is nagyon fontos volt, hogy olyan képeket lássunk, amiket eddig még nem. Szerettük volna azokat a képeket bemutatni, amiket nem nagyon lehet megismételni, tehát egyedi fotókról van szó. És hát természetesen a sokoldalúság, az innovatív hozzáállás, az rengeteget számított. A rendkívül erős mezőnyben végül egy ismert és nagyon tehetséges fotóművész, Daróczi Csaba nyerte el a két legfontosabb kategória, az év természetfotósa és az év természetfotója díját. Összesen mintegy 18 képe szerepel a legjobbak között. Ez igazi rekordnak számít a pályázat történetében. Most októberben nyílik meg nálunk ez a kiállítás, egészen november 6-áig lesz látható, hétvége, illetve pontosabban a vasárnapok kivételével, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan minőségű fényképanyag, amely a világ leghíresebb folyóirataiba, szakmai újságaiba is minden bizonnyal visszaköszön majd a következő időszakban előttünk, és hát izgatottan várjuk mi is, hogy hát ha környékbeli és általunk is ismert természetfotós is abban a megtiszteltetésben részesült, hogy itt kiállítást nyert a képe. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!